Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi az ő terve. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, ha sürgős, naponta hívhatsz a hotline-omon este 11 óráig, a szám az megjelenik a videó végén. Először megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a koporsó utalhat ugyan egy örökösödési ügyre is, de ennek a kártyának inkább szimbolikus jelentése van, hogy ő lezár most valamit, vagy egy párkapcsolatot, bizonyos témákat, vagy a munkahelyén lesznek változások, mert felmondott és keres egy új munkahelyet. Esetleg utalhat költözködésre. Mi az ő terve? Itt tanulni akar valamit. Az is lehet, hogy tervezi egy könyv írását, amit szeretne megjelentetni. A könyv az lehet a zárkózottsága is, előfordulhat, hogy most változtat a hozzáállásán, lezárulnak ezek a témák, ez az időszak, és nyitottabb lesz veled kommunikálni. Mi áll nála a középpontban? A szeretet és a szerelem áll a középpontban. Ki vagy mi befolyásolja őt? A külső befolyások. A kígyó az utalhat egy átmeneti időszakra, a transformációra vagy a gyógyító erőre is, de lehet egy nő, mert egy nő befolyásolja őt, vagy eddig befolyásolta őt, és itt a koporsó azt jelenti, hogy ő lezárta most ezt a kapcsolatot, de a nő próbálkozik újra és újra. Hajlandó ő változtatni a magatartásán, a hozzáállásán. Keresi veled a kapcsolatot, és megkérdezi a te véleményedet. Amennyiben szeretnéd azt, ha ő megváltozna, igen, ő hajlamos erre. És mit fog tenni feléd? Az ő következő lépése. Először is kimutatja azt, hogy hűséges, másodszor olyan barátilag közeledik hozzád, jelentheti a kép azt is, hogy barátságos veled. Van egy másik nő az életében. A felhő azt jelenti, hogy minden olyan átláthatatlannak tűnik, bizonyára, hogy itt a kígyó, aki egy nőt szimbolizál, megpróbál még hatni rá, de ő nem tudja, hogy ez a nő végül is mit akar. Hogy áll hozzád? Szeretőként tart téged? Itt a gyermekek utalnak az ártatlanságra, az azt jelenti, hogy nem akar kihasználni téged. Fontos vagy számára. Itt a medve jelenti az erőt. Hihetsz abban, legyen meg ez a belső erőt, hogy igen, fontos vagy számára. Megvan köztetek ez a kapcsolat, hogy ő ad erőt számodra, vagy te adsz erőt számára, mert segítesz neki. Akar ő egy tartós párkapcsolatot? Itt lesz egy változás, és ez az új kezdet szerencsét fog hozni.
akkor az azt jelenti, hogy igen, ő akar egy tartós párkapcsolatot. És a jövő, itt előre folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok, a lilium jelenti a tiszta érzelmeket, a tiszta gondolatokat. És ez volt az általános jóslás, ahol megnéztük azt, hogy mi az ő terve veled kapcsolatban, mire számíthatsz. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!